Sziasztok! Ebben a részben bemutatjuk nektek a Ubiquiti Amplify Gamers Edition otthoni Wi-Fi mesh tesztjét. A Gamers Edition az Amplify azon változata, amit kifejezetten az online játékosok kedvéért hoztak létre. Kiszerelésében hasonló az eredetihez képest, egy darab központi és két darab mesh egységet találunk a csomagolásban. A központi egységen egy darab gigabites WAN interfész, valamint négy darab gigabites LAN interfész található, ezen kívül rendelkezik egy USB-vel és egy USB-C-vel, amin keresztül meg lehet táplálni az eszközt. Vezeték nélkül paramétereit tekintve támogatja az AC szabványt, illetve a MUMI-mód is, 3x3 MIMO 2,4 és 5 GHz-en is, valamint rendelkezik Bluetooth-os interfésszel is. A szatellit egységek nem külső tápossak és nem rendelkeznek Ethernet porttal. Beállítását tekintetében pontosan az jellemzi, mint az összes többi Amplify eszközt, nagyjából másfél perc alatt be lehet állítani Bluetooth-on mobiltelefonon keresztül. A tesztünket egy nagyméretű polgári lakásban végeztük el, ahol a vezeték nélküli kommunikációt nagyban nehezítik a vastag falak, a nagy távolság, illetve a házban található többi vezeték nélküli hálózat. A tesztünk során arra törekedtünk, hogy otthoni felhasználó szerepét játsszuk el, és a lehető legegyszerűbben, leggyorsabban, mobil applikáción keresztül állítsuk be ezeket az eszközöket. Akkor lássuk a mérési eredményeket. Első tesztünk helyszíne a router közelében volt, ahol mobiltelefonnal speedtest.net segítségével 250 megabit per szekundum letöltés sebességet értünk el. Ugyanezen a helyszínen laptop segítségével hyperfel 371/447 megabit per szekundumot mértünk. Az egyik satellite mesh egységet beüzemeltük a lakás másik részén 3 szobával arrébb és 20%-os jelszinttel állt össze. Erre a mesh egységre felcsatlakozva mobiltelefonnal 63,5 megabit per szekundumos letöltés sebességet mértünk speedtest.net segítségével. Ugyanerre az egységre csatlakozva laptoppal, Wi-Fi-n keresztül IPF segítségével 75,8/61 megabit per szekundumot mértünk. Az eszköz beállítását lehet optimalizálni késletetésre, valamint sávszélességre. A tesztünk során ezeket változtattuk, de nem tapasztaltunk számottevő eltéréseket. Ez volt a Ubiquiti Amplify Gamers Editionnek a teljesítménytesztje. Ha bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!